Hello mindenki! Sziasztok! Szia! Egy kicsit orrhangom van, ez az influenzának köszönhető, de ne törődjük vele. Mindenkinek influenzamentes jó egészséget kívánok első körben. Föl vagyok dobva, gondolom ez látszik rajta, mert hogy amiről most fogok beszélni, ez kurva jó, tényleg az. Több szempontból is. Az egyik dolog az, hogy úgy néz, hogy a Mi Home applikáció az alaptípusú kínai gateway-el is megoldott, hogy működjön a Siri-vel az egész történet, és ez önmagában is egy nagyon pozitív dolog, de az, hogy az információt tőletek kaptam, ez sokkal, de sokkal boldogabbá tesz, mint maga a tény az, hogy végre akár a Siri-vel is tudjuk kezelni a Mi Home-os dolgainkat. Tehát a Mi Home alatt létrehozott automatizációkat. Kezdjük is el, mert megpróbálom annyira röviden elmondani ezt az egész történet, amennyire én fizikailag képes vagyok erre. És most akkor még egyszer köszönöm, hogy megosztottátok velem ezt az infót, mert teljesen feladobta a mai napomat, mert ezzel játszok most órák óta, és megosztom akkor veletek is ezt a friss információt. Menjünk, tehát először is kezdjük azzal, hogy menjünk ki. Kimegyünk az előszobába, mert az előszobában, mert az már kész van. Na, egy kicsit bonyolult lesz a feladat, de azért megpróbáljuk. Hey, turn on IKEA. Hey, turn off IKEA. Done. Hey, Siri. Globe, turn on. Hey, Siri. Globe, turn off. És most nézzük végig, hogy hogy is lehet hozzáadni az automatizációt. Hát először is ugye be kell mennünk a Mi Home-ba. Menjünk vissza az elejére. Azt mondjuk neki, hogy automatization. Fönn megnyomjuk a pluszját. És akkor, amit még ideig nem csináltuk, itt van egy komplet manually. Ezt választjuk ki. Utána ugyanúgy jönnek sorba a dolgok. És akkor én most hozzá fogom adni mondjuk a ceiling lampet. Kiválasztod a ceiling lampet, és akkor megkérdezi, mit akarsz vele. Most először is mondunk neki turn on-t, és te simán rányomsz arra, hogy save. Meg lehet változtatni a nevet, teljesen mindegy, hagyom ezen a néven, amin fut. Itt kilép. És itt fönt lett egy új sorom, ami ideig nem volt, hogy manual, mert ugye ideig nekem minden automatizációba volt rakva, tehát itt automatikus dolgok voltak, nem volt ez a manual. És most szépen elkezdett a mai nap ezt föltöltődni. Amikor újat hozzáadsz, akkor keletkezik itt egy new fill, mert hogy ez egy teljesen új, be lehet menni, és akkor a három pont alatt lehet Siri shortcutot hozzáadni, de kapásból, ha visszamegyek, akkor itt fönt is van, hogy add to Siri, és ott is olyan, hogy ami már hozzá van adva, mellett pipa van, ez a ceiling lamp turn on mellett meg van egy add to Siri gomb, és akkor itt lehet hozzáadni, és azt fogjuk neki mondani itt a rekord gomb megnyomása után, hogy turn on ceiling. Bevette, elfogadta, nyomunk rá egy done gombot, itt bekerült az összes többi már elfogadott Siri-s automatizáció közé, de nem hagyjuk abba, mert hozzáadjuk még akkor ennek az ellentét párját is, tehát megint komplett manually, utána kiválasztom megint a ceiling lampemet, és ott most a turn off-ot fogom kiválasztani mellé, a lesz-e-vel-em, megkérdezem, milyen nevet akarok neki adni, hagyom azt, amit már eredetileg beírtam, és megint az add to Siri, ott lesz benne, hogy ceiling lamp turn off, add to Siri, megint a record gomb megnyomásával tudok hangutasítást adni neki, turn off ceiling, és megint a done gombbal befejezem. Mindentől kezdve hozzá van adva a ceiling lamp is, tehát elméletileg, ha mindjárt kimegyünk és kipróbáljuk, akkor működni fog a nappaliba is a nagy lámpa. Nézzük meg. És akkor próbálkozunk ezzel itt, hogy hey Siri, turn off ceiling lamp. I don't see anything connected in your home. Tehát nem annyira okos, tehát pontosan kell neki mondani az utasítást, mert így nem vette be. Hey Siri, turn off ceiling. Done. Hey Siri, turn on ceiling. That's done. Nos,
Tehát tökéletesen működik a dolog. Annyi van, hogy ugye az intelligencia már megint az, hogy a Google-nál azért, hogyha véletlen azt mondtam volna neki, hogy ceiling lamp, vagy valami, akkor azt így fölismerte volna, hogy miről is beszélek. Alexa kevésbé. Siri, úgy látszik, Siri ugyanolyan szőrszálasolgatóan ragaszkodik a nagyon pontos fogalmazáshoz, ahhoz a parancshoz, amit megadtál neki, tehát azt kell pontosan mondjad, amit ott földiktáltál. De a lényeg az, hogy ez a rendszer, tehát most már Siri-vel is működik, akár így, hogy le van csukva. Hey Siri! Turn off ceiling. That's done. Nem done, de most sikerült neki. Na, ennyit akartam elmondani, remélem ez egy rövid videó lett és hasznos mindenkinek. Legyetek jók, minden jót, jó egészséget nektek, sziasztok, szia!